Nagy szeretettel köszöntjük a VNTV 5. fesztiválon résztvevő kedves virtuális nézőinket. Géczi Gábort köszöntöm most itt a virtuális stúdiónkban. Szervusz, Gábor! Szervusz! És a mai témánk, az előadásának címe az lesz, hogy minek is jött el az ideje. Igaz, hogyha egy rövid tőmondatban ezt összefoglalhatnánk. És az jutott eszembe, amikor az előadásra fölkértelek, hogy te valamilyen módon azért hosszú évtizedek óta jövőlátó vagy. Amikor az első előadásaidat csak néztem, nem voltam ott személyesen, amikor elmesélted a szarvasok esetét, akik egy szigeten túlszaporodtak, és így fogták és kihalták magukat, akkor még az édes drága ember ezt nem akarta meghallani, hogy itt a civilizációs külvárosokban mi lesz az ő sorsa. És ma meg viszont otthon, ücsörögve most már 60. napon, azon gondolkodik, hogy akkor jó utat követtem-e, és ezzel szemben neked már van egy kitaposott utad, amit elég sokan követnek. Erdélybe jártam, ott is a te tanaidat követik, iskolákat alapítottál, tehát gyakorlatilag már nem egy csak kis öntermelő faluról van szó, ezeket már részleteiben mind elmondod, hanem már kiteljesedik, illetve úgy mondanánk úriasan, hogy a know-how-kat átadod már a világban mindenütt, akiknek erre igényük van. Sajnos nem hoztam jegyzett füzetet az első 50 kérdéshez, de azért... De ha hozzám viszont, akkor tudnod kell, hogy akkor Igen. Megpróbálok rá válaszolni. Tehát az első legfontosabb, hogy minek jött el az ideje a változásnak. Ezt mindenki érzi, hogy ez így tovább nem mehet. Otthon ücsörögve még jobban érzi. Na most azért annyit kell tudni az élővilágba, az életbe, mindennek megvan a helye, így a vírusnak is. Tehát az élettel együtt keletkezett, és az életet szolgálja. A vírusnak a kiemelt feladata ebbe a szolgálatba, hogy a változást kikényszerítse. Tehát ha valami hosszú ideig nem változik, akkor szokta a vírus megtámadni. Tehát ez most az emberiségre is érvényes, most teljesen függetlenül, hogy van vírus, nincs vírus, mesterséges, természetes, mert ugye a kollektív tudatban ott van. Attól függetlenül, hogy nincs, van, stb. Hat ránk az elméken keresztül, és mindenki ezt a változást várja. Tehát kimondva, kimondatlanul ez a lényege. Ennek, amit én taposok is idestóban most már 20 éve, én nem útnak mondanám, inkább ösvénynek, mert azért még elég keskeny, de látszik, hogy valahova visz. Tehát látszik, hogy mi most is köszönjük, jól vagyunk, mindenünk megvan, nem kell sehova menjünk, amikor éppen nincs tévéfelvétel, de ez egy élvezhető, nehéz élet, de élvezhető, és visz valahova, ez a lényeg. Tehát nem az van, hogy az ember tudat alatt érzi, mint a szobabicikli, hogy tudat alatt érzed, hiába teker, sehova nem visz, tehát ez legalább valahova visz. Úgyhogy ezt a változást kell szerintem most meglépni az emberiségnek, egyesével is, egyénenként is, a családok is, és utána majd egyre nagyobb közösségekre kiterjedve ez a változás lesz a kulcs. 50 kérdés volt, még csak egy, de válaszoltál. Igen, akkor tett föl még egyszer a többit. Ugye 20 évvel ezelőtt, amikor erre az útra léptél, de nem volt az 20 éve, szerintem egy ilyen 12 éve láttam először ezeket az előadássorozataidat, amikor elmondtad, hogy a beszűkülő élettér teljesen más szisztémát igényelne az emberiségtől, és akkor elég sok ilyen dolgot felolvastál az embereknek, az arcukba tetted, amire elkezdtek igen bólogatni, így ismertünk meg téged, csak hogy valahogy kevesen, relatív kevesen követtek ezen az úton. Tehát mik lennének azok az első lépcsőfokok, amit egy ezt a metódus követni kívánó közösségnek meg kéne tennie? És most nem városi panelek tetején elkövetkezett virágágyásokról beszélek, hanem vesz egy darab földet valahol. Hát akár a panel tetején is. Ez a változás, ennek nincs léptéke. Tehát ez a tényleg a balkon ládától az egy hektáros családi birtokig meg kell mozdulni az embereknek. A feladat pedig elmozdulni az önellátás felé. Tehát azért bármelyik élőlény képes a teljes önellátásra egyedül. Tehát úgy, hogy nem kell neki semmiféle ellátórendszer, stb. Képes megszerezni a táplálékát, képes létrehozni az utódait, képes hajlékot építeni magának. Hova tűnt az emberből ez a képesség? Mert ugye bennünk is megvolt.
Tehát ahogy egyre bonyolultabb társadalmi szerkezeteket építettünk, ez valahol lekopott rólunk. Tehát egyszerűen túltoltuk. Tehát annyira elbonyolítottuk a világunkat, hogy már mindent kívülről várunk. És pont ezen rögtem, amikor vették az emberek az 50 kiló liszteket, és egy rántást nem tudtak, vagy már semmit nem tudtak csinálni belőle, csak volt a liszt, érted? De most ehhez képest kimész most a zöldbe, és degeszre eszed magad. Degeszre. Mit minden este az időben? Hát mondjuk a turbója, szervezet turbója. Tehát ezután a téli időszak után az egyik első növény, ami megjelenik, főleg ilyen akácosok alján, ez a turbója. Ez úgy néz ki, mint egy petrezselyem, és olyan íze van, mint az ánizsnak is. Egy szenzációs gyógynövény. De hát a porcsimféléktől a tyúkkoronát, tehát hihetetlen mennyiségű ehető élelmiszer van mindig a természetben. Hát az összes többi állat ezt teszi. Hát miből gondolja az ember, hogy neki nem jut, vagy ő nem fogja felismerni. Megkóstolja, ízlik, akkor megeszi. Saját példámat, hogy a kicsi lányom 4,5 éves, és ő imádja a spenótot. Hát ez nem volt otthon, de annyi csalán volt ott a kertben, szépen leszedettem a nejemben, mert hogy jönnek én csalámban, azt hiszem én szedtem, csak a hülyeség része volt, és megfőztük nekik, és fokhagymával, sóval, és finomabb, mint a spenót, és csalán tettünk konkrétan. És nem hiányoznak belőle a tápanyagok, ja, ugye, mint a szántóföldi kultúrában, hogy már ugyanazt a földet használják több száz éve, és már minden hiányzik belőle. Hát ezekben még minden benne van, minden ehető. Ezek vitaminbombák, és semmiben nem kerülnek. Tehát tulajdonképpen ez erre is jó lesz majd ez a válság, ez a kis vírus okozta válság, hogy az ember rájöjjön arra, hogy mennyi minden ott van, terített asztal van körülöttünk. És a változás az rendkívül fontos, tehát olyan ütembe megyünk a szakadék felé, és nézzük meg, most hozott bármi rosszat ez a vírus. Hát nézd meg, nincsenek dugók, nincsenek repülők. Kék az égbolt. Igen. A világon megszűnt egy csomó olyan a környezetszennyezés, lehet látni a Himaláját, ugye Indiából, amit mit tudom, 100 éve nem lett. Tehát nem, és végül semmi rossz nem történt. Eddig semmi rossz nem történt. A pánikon kívül, meg a félelmen kívül. Hát, hogy mit akarnak ezzel kezdeni, de ez meg az ő dolgok, a mi dolgunk meg az, hogy felépítsünk egy másik világot, ami élhető. Ugye azért beszélünk az önellátásról, de magáról a társadalmi kötelékekről, társadalmi kötelékektől nagyon nehéz megszabadulnunk. Tehát, hogyha holnap szólnak neked is, hogy kicsit be kell oltatni, ha nem oltatod, akkor egyszerűen elvisznek, meg meghurcolnak, meg mit tudom én. Tehát kvázi kis léptékben tudunk szabadságot generálni, de nagy léptékben a rendszerbe be vagyunk kötve. Erre milyen ötleteid vannak? Hát én erre mondtam, hogy túltoltuk. Tehát amíg az emberi társadalom valamilyen szinten éretlen volt, vagy úgy érezte a hatalom, hogy éretlen, és elvett tőlünk egy csomó hatalmat, csomó döntést elvett tőlünk, hogy majd ő büfisztett minket, majd ő beolt, majd ő TB, majd ő... Rendben van, de most már észre kéne venni a hatalomnak is, hogy felnőttünk, és ezt észre kell vele vetetni. Tehát megmondani, hogy köszönjük szépen a büfisztetést, ennyi volt, felnőttünk, kérjük vissza a jogainkat, kérjük vissza a cselekvő képességünket. Tehát most, ha megnézed ezt az egész szituációt, ami most van a világban, hogy gyakorlatilag mindenki otthoni őrizetben van, igaz? És szájkosárral közlekedhet. Tehát ez valami abszurdum, hogy idáig eljuttatni egy emberiséget. És tesztelnek, hogy ez nekünk ízlik-e vagy nem. Tehát ezek a programok, amik most már több ezer éve futnak az agyunkban, tehát erről az idegpályákról úgy leugrani, hogy egy újabb, másfajta idegpályát aktivizálni, amik visszaköt a természethez, és nem a pórászhoz. Na, ez azért nem kis feladat, tehát, hogy lássuk be, hogy ezt neked most már könnyű elmondani, mert megteremtetted azt a környezetet, ahol új ingereket és új lehetőségeket teremtettél magadnak és egy közösségre. Beszélj már erről a közösségről. Hogy vagytok Magfalván? Mit csinálgattok ott? Hányan vagytok? Ugye elkezdtem beszélni erről a eszkalációról, hogy Erdélyben jobbra-balra megyek előadásokat tartani, mindig a te kis kollégáid, a te szemléletmódoddal találkozom, és ez nekem nagyon tetszik, hogy hogyan lehetne ezt eszkalálni még jobban. Hát először is nekem se könnyű, tehát ez azt jelenti, hogy rendben van, én a természetben élek, reggel kilépek a
az ajtóból a tanyám küszöbét átlépve a természetben vagyok, de a fejemben ugyanúgy ott vannak a korlátok, mint mindenki ebbe a korosztályból. Tehát hogy ezt ezért nem lehet, azt azért nem lehet. És most gondold el, hogy ez a napi körülbelül 10 000 vagy pár 10 000 gondolat, ami az ember agyán átsúan. Ha mindig ugyanaz a gondolat, akkor mindig ugyanazt teremti meg. Aha. Tehát itt van a gond, és itt van a kilépési lehetőség, hogy egyszerűen a gondolatainkat meg kell változtatni. Tehát tudatosan odafigyelni rá, hogy ne ugyanarra gondoljunk, mint tegnap, mert ugyanaz fog történni, mint tegnap. Tehát ez az elsőre, ez a könnyű nehézre, hogy ez nagyon nehéz, ez nagyon nehéz. Mi hogy vagyunk? Jól vagyunk. Egyre szebb lesz Magfalva, és nem csak a természet, hát az épületeket felújítottuk. Úgy volt fel, hogy volt egy kis megtakarított pénzem, mondom, nem sokára úgyse fog semmit érni, akkor már ugye nagyapám mondta mindig, hogy fiam, szórd a pénzt, hogy teremjen. Na én elszórtam, úgyhogy most várom, hogy teremjen. Újra nádasztuk az épületeket. A közösségről, tehát az, amit én eredetileg terveztem, hogy ott van 10 család, 100 gyerekkel, és majd saját iskola, meg óvoda, meg minden, az látszik, hogy megvalósíthatatlan. De azért ott él Magfalván is, Magfalván konkrétan 2 család él ott, de a vonzás körzetében még legalább 4-5 család, és hát ez így egyre tágul, tehát nagyon sokan járnak ki, nagyon sokan járnak a képzéseinkre, nagyon sokan járnak ki csak Magfalvára segíteni, meg ott elkapirgálni, elépítgetni a dolgokat, aztán nagyon sokan járnak nyílt napra, tehát azért egy nyílt napon olyan 150-200 ember elő szokott fordulni, és ez egy teljes napos program, tehát azért van hatása, de siettetni nem lehet dolgokat. Tehát annak idején ezt is nagyapám mondta, hogy fiam, télen harapófogóval se húzott ki a füvet a főd, ahol tavasszal meg kalapáccsal se vered vissza. Tehát most kezd eljönni az ideje annak, amit azért 20 éve, azért mondom, hogy 20 éve, mert a MAG közösségnek az első kiadványa, az egy Szent Korona CD volt, az 2000 januárjában vagy februárjában jelent meg. Tehát akkor már létezett ez a közösség. Magfalva 15 éve vagy 16 éve működik. Tehát azért csinálgatjuk a dolgunkat, de ezt tényleg nem lehet siettetni. Tehát ide fel kell ébredni az emberek egy jelentős részének ahhoz, hogy legalább ne börtönbe kössünk ki, hogy ez szabálytalan, az szabálytalan, az szabálytalan. Tehát amíg a támogatói rendszer nem kerül elő, addig mi nem tudunk semmit csinálni. Tehát minden a szabadság irányába tett mozdulatod ma még törvénybe ütközik. Kimondom, miért neked nem? Hát én a természet rendjéhez igazodom, tehát hogy az az egyetlen egy a lelkem ismereteihez kötődő dolog. Nem ártok az embertársaimnak, de én ugyanúgy megpróbálom azt a kört létrehozni, de a társadalomtól én sem tudok leválni, tehát a gyerekeimet oltatni kell, iskolába kell majd küldenem a poroszba, mert még nem tudom megcsinálni a saját iskolát, stb. Tehát ugyanakban a falakba ütközünk, tehát ahhoz kell egyfajta kis polgári engedetlenség, hogy amit te mondtál, hogy köszönjük szépen, felnőttünk, na erre, ezekre a korlátra, pórázra, korbácsra, nekünk köszönjük szépen, már nincs szükségünk. Nem fogunk senkit bántani, nem az erőszakhoz nyúlunk, de szeretnénk emberi módon élni, dönteni a gyerekeink sorsáról, hogy mit akarunk, és ez egy nagyon durva téma, amiről most nem fogunk beszélni, viszont szeretném, hogyha a népi gyógyászatról, egy kicsit nem népgyógyászat, népi gyógyászat, mert ugye ezen a címszó alatt találkoztam az oktatási rendszereddel. Miben különbözik ez a népgyógyászattól, a népi gyógyászat, mert milyen módon lehetne beintegrálni a jelenleg ismert természetgyógyászati módszerekhez, illetve a most alkalmazott nyugati típusú orvosláshoz? Hát nyilván ez a legrégibb rendszer. Tehát akkor még nem volt természetgyógyászat, pláne nem volt ez a mai gépi gyógyászat, tehát a mai orvostudomány, tehát ez egyidős az emberiséggel, mert mindig kellett javítgatni, korrigálni dolgokat, egy ficam, egy az. Tehát ez erről annyit kell tudni, ez egy több ezer éves tapasztalati tudás. Tehát nem mindenféle bizonyítatlan elméletek, mint ez a koronavírus, hanem egy több ezer éves tapasztalatsor, hogy erre ez a megoldás. És ráadásul, amikor ez kialakult, akkor még sokkal jobban éreztek az emberek.
Tehát most meg kell kóstolni valamit, hogy tudjuk, hogy milyen íze van. Régen ezt érezték az emberek, és meg se kellett kóstolni. Tehát nem, ezek olyan tudások, hogy évezredekig kipróbált tudások voltak. És egyszerű, mint egy fajék. Én ezt szeretem a népi gyógyászatban. Én ahogy élem az életem, egyre inkább az egyszerű dolgok felé fordulok. Mert látom, hogy az működik. Mert minden túlbonyolítottunk valami hihetetlen módon. És annál egyszerűbb, mint ahogy a népi gyógyászat elintéz dolgokat, most mondok egy tök egyszerű példát. Voltam, tehát általában ezek az erdélyi gyógyítók, kis öregek, akiktől tanultam, ezek állatot, embert egyaránt gyógyítanak. Tehát nincs külön állatorvos, vagy nem hívnak külön lóhozorvost meg az emberhez, hanem van egy, minden faluban volt régen egy pár ilyen csontkovács, meg kenőasszony, meg egyébek. Na, és amikor én mentem gyűjteni ez a bácsihoz, akkor éppen egy lesántult lovat hoztak. És ugye azért sántult le, mert rossz helyre verték be a szöget. És akkor azt mondta a kisebb, hogy na, ezt megröngönyezzük. Fölvette a lónak a lábát, letörölte egy vizes rongyal, és ahol először megszáradt a patája, ott volt rosszul beverve a szögbe, ugye ott volt meleg, a gyulladás, ott melegedett, ott volt. Na most enni egyszerűen hogy lehet valamit megoldani? És minden ez a népi gyógyászatban, amivel most kínlódunk mindenféle, hát már gondolod, hogy 50 ezernél több betegség van hivatalosan. És mindenre van egy, és mindenre van egy remek ötlete, mint a rabbinak, igen, de attól még nem gyógyulnak az emberek, és minél több pénzt tolnak bele ebbe a rendszerbe, annál hatékonyabban írtja az embereket. Na most ezek a népi gyógymódok, ezek filléres, egyszerű dolgok voltak. Most itt van ez az egész Isten haragja, vírus nyavaja. Hát régen az ilyen vírusos megbetegedéseket azokat bodzával, bodzateával gyógyították. Ennyi. És most nézd meg, például ami nekem nagyon tetszik, az az azonossági szemlélet. Azost, azossa. Ugyanaz van, mint a homeopátiában, kutyaharapás szőrével. Most nézd meg, valahol pang mondjuk benned a vér vagy nyirok áramlása, és emiatt nem, valamelyik szerv nem működik normálisan. Mit csinálnak? Rátesznek egy olyan élőlényt, aki pangó vízbe él, ez a pióca. És a pióca oda megy, megkeresi azt a helyet, kiszívja, pontosan annyit szív, amit kell szívni, pontosan oda megy. Tehát nem kell neked diagnosztika, meg nem kell, meg eleve a diagnosztikát. Most gondolod, egy MR felszerelve az kb. 1 milliárd forint. 1 milliárd forint, de az MR nem gyógyít, csak diagnosztizál. Most a diagnosztika az úgy nézett ki ezeknél a kis öregeknél, véghúzta így a kezét, a ehuna baje. Érted? Mert érezte azt a csomót, azt a duzzalatot, valami, addig masszírozta, amíg el nem tüntette. Tehát az egyszerűség, és én azt látom, hogy a világ ebbe az irányba kell, hogy elmozduljon. Tehát marhára túlbonyolítottuk a világot. Tényleg ez ahogy élünk, érted? Ahogy liftekkel, busszal, metróval, minden vacak kell ahhoz, hogy mozogjál, érted? Minden kemikália kell ahhoz, hogy fenntartsd azt a szarkupacot, amit létrehoztál. A mezőgazdaságban is minden kell, hogy az a csenevész agyonmanipulált vacak el ne pusztuljon, érted? Mindenféle méreg, vegyszer, kegyszer. Tehát ez egy rendkívül bonyolult út. És vissza kell térni az egyszerűhöz, mert minél egyszerűbb valami, annál maradandóbb, és ami a legegyszerűbb, az örök. És az emberi kapcsolatokba visszatérni, a gyógyításba visszatérni. Tehát ehhez óriási segítséget fog adni ez a vírus. Ez még csak a kezdete valaminek. Tehát itt hidd el, hogy a vírus hatására egy pillanat alatt ki fog alakulni a kritikus tömeg, aki változtatni akar. És ha ott van a változtatás szándék, akkor meg lesz a változás. Ha nem veszed, nem eszed, igaz? Tehát, hogy... Igen. Jó, hát hogy ennek az átmenete hogy fog megtörténni, mennyire békésen tudjuk ezt, mert most még ugye a pórász tartói meggyőznek minket arról, hogy az a jó, amit bezárkózol, nem csinál semmit, nem gondol semmit, csak a médián keresztül folyamatosan minden nap programozod a gondolataidat, és másnap ugyanazt csinálod. Ez nagyon jó, mondtad ezt a példát, hogy ahhoz, hogy változnak a dolgok, tudati szinten fülön kell csípni ezt a gondolatot, ami folyamatosan a járomba tart, és helyette egy új kottát kell tenni az életünkbe, ha van rá igény, ugye? És akkor megint jön a kritikus tömeg, hogy 7,7 milliárd ember teljesen túlnépesedett a Föld, most ebben megint nem menjünk bele, hogy mennyit tud eltartani. Mekkora kritikus tömeg az, ami szerintem megmozdítja például itt Magyarországon ezt a fiaskót, amiben élünk?
Hát azért a 7 milliárd emberről, hadd mondjam el, hogy ezeket összerakod, elférnek a Balaton jegén. 7 milliárd ember elférne? Számolt ki. Szóval azért figyelni kell ezekre az idolokra, amiket betolnak a fejünkbe, hogy túlnépesedés. Mihez képest vagyunk túlnépesedve? Szóval ennyi embert bőven el tud, és kényelmesen el tud tartani a világ, nem ilyen fajta mezőgazdasággal. Most is el tudja tartani, mert valami hihetetlen pazarlás van nyugaton. Tehát abból nagyon kényelmesen akár még egyszer ennyi embert meg lehetne etetni. Szóval vigyázni kell, mert annyira a fejünkbe teszik ezeket a kötelező oktatás, az, amiben fölnövünk, az a család, a kapcsolat, a társadalmi kapcsolataink hihetetlen. Tehát ezért mondtam, hogy nagyon nehéz lesz ebből szabadulni. Én egyetlen egy szabadulási utat látok, hogy vissza a gyökerekhez. Tehát menjünk ki a természetbe, ott vannak a minták előttünk. És ha a természeti mintákat látja az ember, akkor egyrészt nem fog félni, mert látja, hogy minden tökéletesen működik. Minden tökéletesen vírus, meneküljünk, hova? Hát ragyog a nap, gyönyörű, olyan zöld minden, annyira hívogat a természet. Tehát egyszerűen vissza kéne, van egy nagyon fontos középkori ábrázolás, az a neve, hogy Köpenyes Mária. Középkori freskókon ábrázolták így a nagy boldogasszonyt, hogy ott van a köpenye, és a köpenye alá bújnak a megszeppent bűnösök, érted? Tehát az atyai frász elől oda bújnak a nagy boldogasszony köpenye alá. Na most ez nálunk a nagy boldogasszony az áldott állapotban levő földanya. Ez volt az ős vallásukban. Tündérilona, tök mindegy, minek nevezzük. Az a lényeg, hogy egy áldott állapotban levő női minőség. Na most ha újra áldott állapotba hozzuk a Földet, akkor ezt megúszuk, ami most fog következni. De az kell, hogy nem arkoljuk szét ezekkel a traktorokkal, ne gyötörjük, nem érgezzük agyon, hanem térdeljünk le újra a Földre, vegyük a kezünkbe azt a csemetét, ültessük ezt, szórjuk a magot. Olyan gyönyörű látvány, amikor a munkád nyomán valami élet beindul, érted? Nem arról szól az életed, hogy kurva fölösleges Excel táblázatokat gyártasz egész életedbe. Ez az emberi minőség, egy teremtői minőség. A teremtő gyermekeként másokat büntetgetek, meg tök fölösleges álcselekvéseket csinálok. És nézd meg, ez a vírus, ez gyönyörűen látszik, hogy velünk van. De most nézd meg, én emlékszem, milyen cirkusz volt abból, hogy ne lehessen otthon tanulni a gyerekeknek, igaz? Hát most az egész világ otthon tanul. Akkor most ez most jó vagy rossz? Hát a tananyag, ami nem igazán jó, de a szisztéma szerintem nagyon fontos az emberi kapcsolat, tudod, mert folyamatosan arra láttam elképzeléseket, hogy az embereket szétválasszák, mert az emberi közösségekben mindig beszélgetnek, hogy ez a sok hülyeség az nem megy át, amit ezek itt törvénynek megmondnak, mert a gyerekek kirőgik ezt a dolgot, sokkal kritikusabbak. Ami felé szeretném elvinni a beszélgetést, hogy a női minőséget említetted, hogy vissza kell kerülni az életünkbe, mert azért nézzük meg, hogy az elmúlt 2000 év, amikor kivették a rendszerből a Szent Háromságból a női minőséget, azóta mivé fajult a maszkulin világ, a maszkulin erő, erőszak hátán is gyakorlatilag a megoldások nem jöttek meg, mert ehhez a női minőségnek kell becsatlakozni az életünkben, hogy újból ez az egyensúly helyreálljon. Atya, fiú és a Szentlélek ott van bennük, de azt nem kell külön, hanem a női minőséget vissza kell említeni, Máriát, vagy tök mindegy, hogy hívod. Nagyon, nagyon fontos, amit most mondasz, szerintem a változásnak is ez az alapja. De egy picit kiegészíteném azzal, hogy volt már itt azért olyan világ, ahol matriarhátusba éltünk női vezetésre, az sem működött. Most patriarhátusra, férfi vezetésre, ez sem működik. Ennek a kettőnek kell összekapcsolódnia. Tehát egy duális világban nyilván, hogy az a megoldás mindenre, hogy ez a két láb, ez egyformán működjön. És akkor állunk stabilan. Tehát Én azt mondom, mert nézd meg, tehát mindig megszüli a yang yin, ugye megszüli az ellentétét valami. Tehát ebbe a feminin világba kialakult az emancipáció a nőknél, ami megint semmire nem vezetett, teljesen szétestek a szerepek. Tehát most meg már válogathatsz, társadalmi nemed van, ugye? Tehát ezek abszurd dolgok. Ez megint az kell, hogy nézzük már meg a természetbe a mintákat.
Mert a természetben működnek a minták, és ott van az orrunk előtt. Hogy kell működni egy férfi minőségnek, hogy kell működni egy női minőségnek. Itt eleve van egy nagyon komoly, nem ellentét, hanem teljesen más a szerepe a természetben a hímelvnek és a nősztényelvnek, és ezt nem veszük észre, és rámegy az életünk. Tehát a hímelv az az, hogy szórd a magot, ahova csak tudod. Pont. A nősztényelv meg az, hogy fogd meg a számodra hozzáférhető legjobb magot. Pont. Tehát teljesen más az indítatás. Na most ebből nagyon nagy szarköbözéssel lehet csak a monogámiát kihozni. És most tudom, hogy ez botrányt fog kavarni, de nem baj, mert ideje a változásnak. Tehát erről beszélgetni kéne, hogy ha nagyon bekorlátozol egy rendszert, az kővé válik, az megáll. Tehát az élet az mindig a rend meg a káosz határán táncol. De muszáj ez a tánc, mert különben megszűnik. Ha túl rendezetlenné válik, akkor is szétesik. Ha túl rendezetté válik, akkor meg kővé válik. Tehát ez vonatkozik az emberi kapcsolatukra is. És ott volt a komám asszony régen is. Tehát ez egy bevált, kialakult rendszer volt. Amit szétvertek, és most helyette van ez a kutyával, macskával, tengeri malaccal. Tehát a komám asszonyot magyarázd meg nekem. Ott volt a komám asszony. Hát eléggé vissza kell nyúlni a dolgokhoz. Hát az, hogy a komaság az egy vér szerinti kapcsolatnál is erősebb kapcsolat volt. Tehát komát egyszer választottál egy életre, választottál többet, de nem szűnt meg a komaság. Hát ez biztos ismered azt a népdalt, hogy komám asszony kakasa felmászott a toronyba. Most a monogámiával való kapcsolat. Hát az. Tehát ezt akarom mondani, komám az, hogy kakasat. Tehát az a lényeg, hogy mindig voltak kis flörtök, kisebb-nagyobb kilengések egy kapcsolatban, mert ezt egy normális kapcsolat el kell viselje. Uh-huh. El kell viselje. De ott nem azt csináltak, hogy elmentek kuplerájba, meg mit tudom én. Hanem a komám asszonyat. Komám asszony volt, így van. Most már így megértettem. Az igazság, hogy mi erről még nem beszélgettünk egymással, de ez az egész monogámia onnan alakult ki egyébként, úgy szintén ez a pénzinstenség, onnantól, hogy szerencsétlen papoknak nem lehetett soha normális emberi kapcsolatok, a természet rendjétől megszakították őket, pedig őket is anya szülte, tehát ahhoz is kellett valamilyen szexuális élet, hogy ők létrejöjjenek, és tűzzel, vassal, inkvizícióval írtották azt, aki netán félrelépett, semmi másokon nem volt, mint az, hogy a vagyon, amit fölhalmozott, az ne tudjon kimenni a rendszerből. Ennyi. Tehát nézzük meg, hogy a reformációval a papoknak ugyanolyan istenfélő, istenszerető embereket terelgetnek a nyájba, de nincs ilyen problémájuk. És akkor elmondom a durva példát. Ezt idős emberektől hallottam vidéken, ahol sok hülye, eltunyult, részeges, barom állat van, nem engedték a nők, hogy azok csinálják meg a gyereket, hanem elmentek a paphoz. Tudod, és a pap az egy általában értelmes, intelligens, jóvágású ember volt, pekhe volt a falunak, a vörös volt a pap, mert utána elég sok vörös gyerek született. De kicsit elbagatelizáljuk ezt a témát, de amikor észreveszük, hogy ennyire kevés potenciális híme maradt, mert vagy metroszexuális lett, vagy buzi lett szegény a neveltetés során, vagy a rengeteg kémiai szertől már képtelen gyereket csinálni, akkor sajnálatos módon hasonló dolog fönnállna a világban, vagy ez a hülyeség, hogy nő a nővel, mit tudom, teljesen kifordult a világ. Abból még nem lesz gyerek. Abból még nem lesz gyerek, de ott van a muszlim török példa, hogyha a testvéred elmegy, elvándorol Európába, akkor a testvér, aki otthon marad, na azt tartja karban a bátya feleségét, stb. Tehát ez nem kell muszlimnak lenni, mert a régi szokásrendben nálunk is ez volt. Tehát ha például meghalt a testvéred háborúba, akkor a családját te vitted tovább, ilyen módon is, érted? Aha. Tehát a feleségét magad mellé vetted, gyerekeit magad mellé vetted, és még születtek gyerekek. De aha, nem ez az élet rendje. Mindent az életnek kell alárendelni, nem a hülye törvényeknek. Hát ezért tartunk itt. Ezért tartunk itt, hogy tombol kinn az élet, a tavasz, és ülnek benne az emberek a tizediken szájkosárba. Ezért, mert nem az élet törvényeire figyelnek, hanem a hülye médiára. Az életnek rendje van, a törvényeket ezt az egészen buta ember hozta létre, de ugye azt mondják, és ez nagyon jó kérdés, ha most mindenkit szabadjára engednél, ez az évszázadokon keresztül bezárt, bekötött, mint amikor a bikát bekötik az istállóba, Isten adta, nép elszabadulna, mi lenne abból itt a világban? Én
el nem tudom képzelni, hozzáteszem, mert a tudatos ember tudom, hogy viselkedne, de amikor az Isten azt a nép elveszti a láncait, elveszti a mentális pórázát, amin tartják, mi lenne ebben a világban? Hát először is azt sem tudom, hogy a tudatos része a társadalomnak hogy viselkedne. Tehát én nekem most nagyon, nagyon megrendült a hitem a hívőkbe. Érted? Tehát, hogyha valami, szóval én ezt összeegyeztethetetlennek tartom, hogy vagy az Istenbe hiszel, vagy a vírusba hiszel. Tehát amikor a katolikus egyház feje egy üres templomba prédikál, ott valami baromi nagy gáz van. Ott valami baromi nagy gáz van a hittel. A jó Istenbe vetett hittel. Ez az egyik. A másik, hogy nem kell félteni az életet. Tehát elmondok egy példát, ugye Gödöllőn van ez a kátki, ez a kis állattenyésztő, mit tudom mi, és onnan lehet ilyen őshonos, keltetett csibéket venni. Én hoztam egy doboz csibét, 100 darab volt benne, szépen beraktam meleg helyre, stb. Másnap reggelre elpusztult körülbelül a fele, utána megint a fele. Az a lényeg, hogy a 100-ból 10 darab volt, aki úgy beállt stabilan, és elkezdett, ugye hagytam hozzájuk 2 kakast, és ebből mit tudja, 5 darab elkezdett tojni, tojásokat. Majd 1 darab megkotlott belőle. Tehát ki is keltette a tojásait, és fel is nevelte a csibéit. Ez 1%, de akkor is ment tovább az élet. Tehát én ilyentől nem félek. Az élet törvényeihez hozzá idomul majd az emberi társadalom, az élet működéséhez, ha nem szereted ezt a törvényszót. De én nem érzem ilyen elveszettnek az emberiséget. Én figyelj, most direkt nézem a gombán ugye az embereket, akiknél eddig ott volt a kerti törpe, meg a szép zöldgyep, meg a tuja, ugye ez a gyönyörű mediterrán temetőnövényünk. Hát most hál' Istennek azt látom, hogy mindenki mozog, mindenki áskál, kapál, ültetget. Igen, hát nem lehet, hónapok óta nem lehet dughagymát kapni, azért ez valamit jelez, érted? Tehát gyönyörűen szépen helyre fog állni az élet. Csak hagyni kell, rá kell segíteni. Valamit bízunk a jó Istenre, és ezt mondták az öregeink. Teljesen egyetértek én veled, na, tehát akik úgy érzik, hogy nekik a gyeplőt kell tartani, vezetgetni kell az embert, hogy ők bennük a tudatosodás hogy fog véghez menni, tudod? Mert a status quo, a megőrzött hatalomnak a megtartása, az fölülírja nála ezeket a normális emberi, paraszti ésszel való gondolatokat, hogy hagyjanak bennünket játszadozni a kertjeinkbe, és ebből új élet fakadhat. Tehát valamilyen módon én azt szeretném megérteni, hogy lehetne konfrontációt elkerülni. Tehát én azt látom, hogyha a rendszerbe elkezdesz nem használni dolgaikat, amikor nem veszed, nem eszed. Tehát, hogyha elmész ebbe a szuper áruházba, és sok szart nem veszed meg, akkor egy idő múlva nem hozzák oda a szart, mert nem tudják eladni. Amíg a szart megveszed, addig ő azt oda fogja hordani. Tehát ez is egyfajta így van, ellenás. Tehát figyelj, az ellenásnak, tehát a direkt ellenásnak, a szembenállásnak nincs értelme. Nincs értelme. Tehát ennek az előbb feltetted ezt a kérdést, a természetgyógyászat, orvostudomány, népi gyógyászat. Tehát én ebbe is azt látom, hogy ezeknek össze kéne simulniuk. Ja. Tehát az ellentétek helyett mindenki tartsa meg, ami jó belőle, a többit meg le kell tenni. Hát a népi gyógyászatban is vannak olyan dolgok, amik bizony félrecsúsztak. A hivatalos orvoslásban gyakorlatilag csak ilyen dolgok vannak. De mondjuk ez nem igaz. De mondjuk a műtéteket jó lenne megtartani, meg jó lenne egy-két diagnosztikai eszközt használni, jó lenne egy-két olyan módszer, tehát például itt van az új medicina. Új medicinával nagyon sok embert meg lehetne menteni, ha lenne egy kórházi háttere, vagy legalább egy ilyen egészségházi háttere, ahol egy infúziót be lehet kötni, stb. De miután mereven elzárkózik tőle az orvostudomány, inkább a halálra mérgezik az embereket. Tehát én mindenben ebben az 1%-ba hiszek. Egyébként nagyjából a kritikus tömeget is úgy érzem, hogy 1%, tehát ilyen 100 000 ember kéne ahhoz, hogy, tehát én ezt figyeltem meg a természetben, hogy nagyjából 1% marad meg mindig élő minőségnek, akármi történik. Az egész az alapszisztémához kötődik, a betegért folytatott harc, ugye kell az orvosnak, kell a gyógyszergyárnak, bocsánat, kell a természetgyógyásznak, és mindegyik... Tehát temetkezési vállalkozásokat. Pontosan, ők egyébként már készítik el azt a törvényt, hogy a
feltámadás kötvényt majd árulják a magyar állampolgároknak, hogyha előre most kifizeti a feltámadási kötvényt, mert kereszténység azért van itt nálunk, akkor ő elő fog feltámadni, és biztos lesz benne, hogy lenne egy pár százezer hülye, aki elmenne, és feltámadási kötvényt venne. Hát akik a Holdon vesznek telket, ja, azok biztos, hogy a Marson is. Igen, erről is lemaradt a fele egy évek. Tehát az emberi hülyeséget nem lehet alábecsülni, tehát hogy... De nem muszáj ezzel foglalkozni. Tehát én azt látom, hogy olyan szinten viszi el a teremtő erőnket az, hogy más miért hülye és miben, hogy ezzel nem kéne foglalkozni. Arról meg, hogy néz ki majd ez az átalakulás, meg ki lesz ellenünk, meg ki lesz velünk. Én úgy érzem, hogy ez, ami most van, ez már senkinek nem jó. Érted? Tehát azoknak se, akik elvileg haszonélvezője, ők ugyanúgy fönnülnek valahol, jó, nem a tizedike, hanem mit tudom én, a Schwab-hegyen, bezárva a villáikba, de nekik se jó. Nem, ez senkinek nem jó. Tehát csinálunk egy olyan játékot, amit már mindenki ún. Ilyenkor szokás abba adni a játékot, érted? Kezdjünk egy új játékot. És az új játékbeli rendszabályoktól meg nem kell félni, mert vagy az van, hogy hagyjuk, hogy a természet diktáljon egy picit, és gyönyörűen mutatja. Tehát annyira mutatja a természet, hogy mi hogy működik, hogy csak akkor tudsz rá nem figyelni, ha elzárod magad a természettől. Tehát ezért veszélyes ez az egész karantén, mert hát figyelj, egy csomó helyen már az emberek lázadnak, tehát már németek összecsapnak a rendőröktől, a rendőrökkel, nagy törvénytisztelő, meg mit tudom én, micsoda, meg egy darabig el lehet zárni a Margit-szigetet, meg a Normafát, de az élet úgyis ki fogja törni ezeket, szét fogja mosni ezeket a gátakat, mert az élet él és élni akar. Azt látni kell, hogy ez csak egy főpróbája valami még rosszabbnak. Látni akarják, hogy meddig lehet az emberrel ezt megtenni. Ugye a médiában is nyomják a hülye híreket, ha nincs lázadás, akkor még hülyeségebbeket. És nyomják, és utána meg is valósítják. Tudod, hogy akik ezt az egészet csinálták, hogy ők valóban ebből mit tanulnak, mert ugye ahhoz, hogy új idegpályákat tudjál létrehozni, ahhoz a régieket, a régi beidegződéseket valahogy fel kell ismerni és törölni kell. Ez a lényeg a dolognak, hogy ne reagálja új dolgokra, ahogy idáig reagáltál. És hogy ott él a maga kis világába és nézi a Bux Indexet, hogy most hány országot tud fölvásárolni, stb. És még jó érzése leszi meg a bioételét, a mindenét, ami csak neki készül abba a gyönyörű világba, és ja, akkor most bezárnám a Margit-szigetet, nézzük, hogy reagálnak. És majd utána kirendelem a rendőreimet, és majd megvédjük maguktól őket. Tehát ez a lényeg lenne, hogy ezt az egyenrangosságot, hogy ne nézzék már ennyire hülyének a lakosságot, a világot, hanem a sok őrületes zagyvaság, amire egyébként komálja a nép, mert a sorozatokon nő föl, ennek az országnak 30%-a délután 4 órakor beül, és elkezdi nézni a török, meg a jóisten tudja milyen sorozatát, Izaóráról, meg a jóisten tudja miről, és ez neki elég. És ő neki beteszik a kaját az asztalára, vagy az ajtajába leteszik, és akkor ő boldog. Tehát, hogy látni kell, hogy az 1% az nagyon durva, mert 700 millió emberről beszélünk, amiről te beszélsz, vagy a hülyeséget beszélek, a 70 millió ember az 1%-a. Szóval ez egy érdekes játék, mert tulajdonképpen nem kéne zavarja, hogy vannak ilyen emberek. Érted? Tehát az a baj, hogy megint velük foglalkozunk. Tehát ott van, volt egy kultuszfilm, ami úgy eléggé előrevetített sok mindent ebből a világból, ez a Matrix. Aha. És a Matrix úgy fejeződik be, hogy kiengedik az embereket a Matrixból, aki ki akar vonulni belőle. Uh-huh. Többiek meg maradjanak benn, élvezzék a művilágot, ezzel semmi gond nincs. Nekem nincs ezzel gondom, nekem egy gondom van egy gyönyörű szép magyar népdalunk, az a címe, hogy Vágják a Majtényi Erdőt, és ebben van egy olyan verszak, hogy idegenek, hagyjátok, hogy én is éljek, ha már itt ültök mi köztünk, hagyjátok, hogy mi is éljünk. Tehát nekem azzal nincs bajom, úgy él mindenki Manhattanbe, vagy Tel Avivba, vagy Budapesten, ahogy akar, csak engem hagyjon békén, érted? Az én élethez való jogomat ne csorbítsa se a gyerekeimen keresztül, se a földemen keresztül, tehát ne mondja meg azt a vidékfejlesztési hivatal, hogy mit ültethetek meg, mit nem ültethetek, mert most ez van.
Ne mondja azt, hogy miért kell bírságot fizetni, ha ott kinő egy vaddohány, egy parlagfű. Ne mondja meg. És ne mondja meg, hogy a gyerekemet mikor kell oltani, mivel kell oltani. Ne cseszegtessen engem. Mert egyrészt nem ez a dolga, másrészt nincs hozzá joga. Mikor adtam én ki a kezemből az önrendelkezési jogomat? Mikor adtam ki? Mikor írtam alá bármiféle szerződést az állammal kapcsolatban, hogy ő neki joga van ahhoz, hogy a gyerekeimről gondoskodjon, az öregeimről gondoskodjon, rólam gondoskodjon, ne gondoskodjon, csak hagyjon békén. Meg születésed pillanatában eladjon téged, és egy eltári tárgy legyen valamilyen Amerikában létező cégnek. Tehát ez a borzalom, ami van. Na, ehhez nem foglalkozunk a 99%-kal, és ugye az előbb számoltam a fejemben, 70 millió ember az, aki az 1%-a a 7 milliárdnak. Hogy tudod ezt a két világot egymás mellett szépen megtartani? Ez egy nagyon jó kérdés. Tehát aki benne akar élni abba a világba, amiben mi menekülni szeretnénk, mennyire fogja, kit fog irritálni az, hogy te másképp szeretnél élni, másképp gondolkodol, másképp neveled a gyerekedet, stb. Mert ugye azt mondják, hogy azért kell oltatni a gyerekeket, hogy meg ne fertőzzék azokat a gyerekeket, akik be vannak oltva, ugye? Mert ez a duma. Hát ekkora nagy baromságot a világban nem hallottál még, hogy lehetek én veszélyes egy olyan gyerekre, aki már viszont be van oltva. Tehát kitalálnak egy újabb időt, a nyáimmunitás után még egyet. Tehát ezzel nem tudsz mit csinálni, viszont ott van a Matrixban a kulcs is. Ugye, és a Matrixban létrejön egy olyan minőség, ez a Smith ügynök, ami mind a két világot fenyegeti, tehát a virtuális világot is fenyegeti, és a valódi világot is. Úgyhogy ez a két világ, ha valamilyen szinten nem egyezik ki, akkor nem megy tovább semmi. Tehát én ebben reménykedek, hogy rá fognak jönni, hogy azzal, hogy hagyják, hogy mi is éljünk, azzal ők is jól járnak. Én nem fog, hogy is mondjam, én nem fog kuncsorogni, mert olyan dolgokért, ami jár az embernek, azért nem szabad kuncsorogni, mert onnantól kezdve, tudod, amiről magadtól lemondasz, az vészel. De én várom odaától is ezeket a megszólításokat, és nem csak a trafipaxokat, nem csak a felszólító leveleket, hogy kivel, mivel oltassak, kit, mit, hanem azt is, hogy van egy komoly probléma a világban. Ez egyébként nem a vírus, hanem az, hogy lassan elérünk a falig. Tehát most már olyan természeti rendszerek fordultak ellenünk, amit már ők semmi se tudunk uralni. Tehát, hogy keressük meg együtt a megoldást. Együtt a megoldást arra, hogy lehet újra a vizeket visszavarázsolni, hogy lehet újra az erdőket visszatelepíteni, mert ha itt nem telepítünk erdőt, akkor nem sokára vége lesz mindennek. Nincs, ami megfogja a vizet, nincs, ami visszaütse a klímát, stb. Hogy lehet azt megoldani, hogy ne zúduljon rá a növényekre ez a sok génmanipulált szar, amit csináltunk, amit teremtettünk, stb. Tehát ezekre közös megoldás kell, mert az eszközök náluk vannak, a tudás nálunk van, ilyen egyszer az élet. Hát ha elmész kapálni, akkor ha nincs kapád, akkor hiába tudod, hogy kell kapálni. Jó, én is szeretném látni ezt a kezet, akivel kezet lehetne fogni és együtt dolgozni vele, tudod. Azt mondod, hogy nem kell foglalkozni ezzel a világgal, de ez az elnyomó hatalom, mivel borzasztóan félti a hatalmát, semmi más, nem pénzről szól, ez már régóta, mert pénzt nyomtat magának annyit, amennyit akar, hanem a hatalmát fönntartani, tudod, és gyakorlatilag ezt nagyon jól látod, hogyha a földanya elsöpri az ő kis hatalmát, akkor teljesen mindegy, hogy ő most a föld alatt él 20 kilométerrel, vagy a hegyek tetején, ugyanúgy megy a levesbe, mint ahogy mi, és hogyha valóban van egy kis tudatosság, akkor ezt a kinyújtott kezet, amit most kínáltál felé, ezt el kell fogadni, és közösen kell megoldást találni. Az a helyzet, hogy ez a teszt, tehát ezt én ugyanúgy érzem, mint te. Tehát, hogy ez valaminek a tesztüzemmódja. De én óriási csalódtam akkor, amikor nem tudom, biztos hallottál, hogy elvettek egy gyermeket egy ez direkt nem akartam ezt a témát. Édesanyától, de a reagálásokra, hogy senki nem állt ki értük. Érted? Tehát kérdezted, hogy meddig lehet hülyíteni az embereket? Hát eddig, hogy anyák habzó szájjal követelik, hogy
hogy a másik anyatárstól vegyék el örökre a gyereket. Eddig lehet hűíteni az embereket, azért, mert nincs meg egy papírja. Szóval nem akarok senkit bántani, de ez a tesztüzem, ez nagyon jól sikerült. Nagyon jól sikerült a vírussal kapcsolatban is, a gyerekelvétellel kapcsolatban is. Mi a remény ott, hogy lesz változás? Azért remélem, mert az élet diktál. Tehát az élet él és élni akar, és mi az életre vagyunk felfűzve, és még az ellenfél is az életre van felfűzve. Tehát ezt a meccset nem mi játsszuk le egymással, az élet játssza le velünk. Tehát ezért mondom, hogy ki kell menni a természetbe, és egy teljesen más képet lát az ember. Akkor én úgy fogalmaztam, beszélgettünk abban az időben, hogy mentél előre, valamint segíteni akartál, azt hitted, hogy mögötted jönnek és segítenek, és hátranéztél, és te voltál egyedül. Tehát, hogy az összefogás nélkül, segítség nélkül, minden jó szándék egy idő után elhal, tehát egyébként ez egy nagyon nagy fegyvertény lenne, ez a kisgyerek visszakerülhetne a szüleihez, akit hülyéznek, degradálnak, stb., de ők az igazi hősök ebbe a dologba egyébként, és a gyereknek a szülei mellett van, ráadásul ott vannak egészséges, normális szülei, mi az, hogy nem a szüleik mellett élhet egy kisgyerek, tehát elfogadhatatlan a számomra is ez a történet. Nézd, én azt hiszem, hogy ugye van egy barátom, akivel szoktunk beszélni elég sokat a tizedes rendszerről, mert most jönne el annak az ideje, hogy szépen elkezdjünk önszerveződni. Ő szokta mondani, hogy amíg nem csináljuk meg a tizedes rendszert, addig a jutalmunk a létező demokrácia. Tehát amíg nem veszük saját kezünkbe a saját sorsunkat, ez lesz. Ez lesz, hogy megjelenik egy pár rendőrautó, elveszi a gyerekedet, lecsuk, stb. Én azon döbbentem meg, hogy azok az emberek, akik úgy érzi az ember, hogy valahol még emberek, és valamit tehetnének ezért az ügyért, mert én ezeket elég sok ilyen potentátot megkerestem. És mindenki azt mondta, hogy ugye hogy nincs joguk beleavatkozni ebbe a dologba. Tehát, hogy a hatóságok szétválasztása, nem tudom, valami baromi bonyolult leveleket írtak, de az a lényeg, hogy ezek szerint senkinek nincs joga. És hol van most ez a kisfiú? Nem lehet tudni. Nem lehet tudni a kisfiúról. Hiába keresik a szüleik, hiába. Tényleg nagyon sokan azért az ember sosincs egyedül. Tehát azért nagyon sokan megmozdultak, de messze nem annyi, hogy a kritikus tömeget elérjék. Tehát ez egy olyan abszurditás, hogy szerintem a legtöbb embernél már túl van azon a határon, hogy egyáltalán reagáljon rá. Tehát nem csak ilyen negatív reagálások voltak. De én nagyon, nagyon sokat tanultam ebből az esetből, és nagyon felvértezett. Tehát majdnem belehaltál konkrétan, hogyha lehet. Ez egy nagy tanítás, a halál a legnagyobb tanítás egyébként, de én meg azt fogtam föl, hogy én nem harcos vagyok, érted? Tehát én tanító vagyok, ez az archetípusom, vagy ez a küldetés. Látó tanító, meg, tehát látod a dolgot. Igen, a vakok és gyengén látók között a látó. De az a helyzet, hogy harccal nem lehet elérni semmit. Nem lehet elérni semmit, mert most nézd meg az emberiség történetét. Harc, háború, forradalom. Egyre rosszabb helyzetbe kerültünk. Tehát ha nem simulnak össze ezek a dolgok, az ellentétek nem simulnak össze, itt semmit nem lépünk előre. Tehát a változás erről kell, hogy szóljon, hogy simuljanak össze a nemek. Nem azzal, hogy eltörőjük a nemeket, meg gender, meg mit tudom én, hanem azzal, hogy találja meg mindenki a helyét a rendszerbe, és fogjon össze, támaszon egy boltívet a férfi és nő. Találjanak egymásra a nemzedékek, érted? Ez remek jó alkalom, ez az egész vírus hisztéria ahhoz, hogy rájöjjenek a szülők, hogy hát van egy gyerekem, kéne vele törődjek, mit adok tovább neki, miről szólt az én életem, milyen tanulságot tudok legalább két mondatot továbbadni a gyerekemnek. És találjanak egymásra a nemzetek. Mert most már tényleg látványos, hogy ez az úszítás, amivel összeúszítottak nemeket, nemzeteket, nemzedékeket, ez nem tartható tovább. Hát most az egész életenergiánk, amit a természetből rablunk el, ugye arra megy, hogy egymással küzdünk. Védelmi rendszereket építünk ki,
hadászati rendszereket építünk ki, a természet ellen védekezünk, óriási vegyi fegyvergyártás van, műtrágyázunk, mérgezünk, tankok, hát nézd meg, olyan, tehát én most megdöbbentem, kint voltam az Agromas Expo-n, és volt ott egy akkora kombány, hogy nem fér be egyik csarnokba se. El tudod ezt képzelni, milyen tankokat csináltunk földanyán kellen? És akkor még a drága édes aranyásokról nem beszéltünk, akik föltúrták egész Ausztráliát, olyan címen, hogy aranyat keresünk, és 100 hektárok tűnnek el, mert mossák, stb. És egyszerűen úr is találtunk egy grom aranyat, de mit csináltál az anyaföldeddel? Van egy ilyen műsor, nem is tudom, az HBO-n szoktam nézni, de borzalom. Azt mondom, hogy ezt a beszélgetést ugye el lehet kezdeni, de befejezni nem lehet, mert mindig újabb és újabb témákat. Elfogyott a vized is, majd most mindjárt. Elfogyott a vizem is, ja, de az emberiségnek is el ne fogjon a vize, ez a másik, amit most nem érintettünk. Én azt mondom, hogy valóban tanítóként érdemes megfogadni a te gondolataidat, és akinek van kiáradó energiája, van cselekvő képessége, van közösségszervező képessége, az meg valósítsa meg. Mert pontosan ez van, tehát, hogy lassanabb a korba érkezünk, hogy a vének tanácsába beülhetünk, de hogyha újból lenne egy ilyen, aki a tapasztalatát elmondhatná a regnáló intézkedő vezetőségnek, és mégis hallgatná, akkor sokkal másképp lenne a világ. És nem lehetne gyerekeket elrabolni, meg mindenféle hülyeségeket kitalálni. És azt kell tudni, és sokszor rendőrökkel beszélgetek, valamikor megállítanak, fölismernek, és az egyik megkérdezte, hogy figyelj, nekem is nagy kölcsönöm van, mi lesz velem? Mondom, voltál már kilakoltatni? Hát persze, azok a pénzes melók, elmegyünk kilakoltatni. Mondom, na akkor gondold végig, amikor te kilakoltatsz valakit, és utána két nap múlva te kis barátaid jönnek hozzá téged kilakoltatni. Hogy ez mennyire jól működik, ez csak nem karma szempontjából mondom el, tehát annak, aki hozzájárul ahhoz, hogy hivatalosan gyerekeket vegyen el, ezek a gyerekek utána sok esetben eltűnnek a rendszerből, az örökbefogadó szülők ott vannak már, és mindenféle alapítványokban rengeteg pénzt betolnak, csak hogy ők gyereket üssenek. Nem akarok ebbe a témába belemenni, de mindenki tudja, hogy miről beszélek. A legális gyerekkereskedelemről beszélünk ebbe a világba. Akkor azok az emberek is, akik mindig ezeket a bűnöket elkövetik, de mindig találnak rá feloldást önmaguknak, gondolják végig, hogy ez az adok-kapok törvény, és direkt nem karmát akartam mondani, ez mindig megtalál téged az életbe. Amit adsz, azt fogod kapni. Tehát érdemes lenne, mert nem állandóan háborúzni, utána a vesztesek föllázadnak, és ők büntetik meg a győzteseket, és az egész történelmünk erről szól, és amit mondtál, és ezt nagyon köszönöm neked, hogyha női energiákat visszaengedjük ebbe a rendszerbe, akkor helyre tud állni az egyensúly. Amíg a maszkulin energiák működnek, addig kipusztítjuk, kő kövön nem marad. És szeretném, hogyha te fejeznéd be a kis előadásodat, mert én dumálok itt a te előadásod közben, de szerintem nem volt ez rossz, hogy oda-vissza. Nem, nagyon adogattuk. Abszolút jó volt, és kiegyensúlyozott volt a dolog. Én mostában még egyen gondolkoztam, nagyon, szóval nagyon érdekesek ezek a szinkronicitások a magyar történelem és a világ történelem között. Tehát, hogy amikor ugye Bakócz Tamásnak kellett volna pápának lenni, a Mediciek megvásárolták. És igen, ja. Egy bankárcsalád megvásárolta a pápai trónt, és teljesen más irányba billent a történelem. És én nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy ugye miért pont most jött ez a vírus. Uh-huh. És azért ne felejtjük el, hogy most lesz Trianon 100. évfordulója. Uh-huh. És itt valami óriási dolognak kell a magyarságon belül történnie, tehát egy belső valaminek. Érted? Tehát amikor befejezzük ezt a nyavajgást, meg sebnyalogatást, hogy veszentriana, meg minden, hanem elkezdjük kiértékelni azt, hogy miért kaptuk, hogy lehet ezt jóvá tenni. Tehát ebben nagyon belerondított ez a kialakult helyzet. Tehát ugye pár hónap és ott lesz az évforduló, és ezt valahogy nagyon meg kéne ünnepelni, de ezt most tényleg ünnepelni, hogy mint amikor letelik egy átok, lejár egy büntetés, tehát hogy Trianon 100 éve történt, óriási fájdalom volt, majdnem belehalt a magyar államiság, de feltámadtunk. Feltámadtunk, és tényleg egy ilyen, mint a húsvét hétfő, érted? Hogy nagypénteknek húsvét hétfő, hogy jó,
nagypénteken meghalt, de húsvét hétfőn feltámadott. Tehát addigra valahogy a magyarságon belül össze kéne ezt a belső feltámadást hozni. Egy gondolat csak, ugye a pápákat nagyon sokáig nem választották, hanem minél több pénzt tudták beadni a rendszerbe, úgy lett a pápa. Így lehet ez, hogy Medici család megvásárolta a pápaságot, utána több generáción keresztül Medici pápáink voltak, de mivel a bizniszhez vissza kellett szerezni a lóvét, mert ugye az egész innentől lett bankár pápaság, kitalálták a bűnmegáltó cédulákat, amivel pár év alatt ugye bűnöztél, vettél, mit tudom, 100 bikmaké egy bűnmegváltót, és százszorosát hozták vissza a pénzbe. Na, igen? De azt is tudod, hogy ennek mi lett a következménye. Hát ugye a fuggereket meg zavarta ez a folyamat, ezért csinálták meg a reformációt. Persze, és onnantól megosztották a kereszténységet. De, nincsen de, hanem lassan most be kell fejeznünk, sosincsen semminek vége. Nekem ugye Székely Anton ugyanolyan nagyon fontos. Járok Szlovákiába is, Székelyföldön is. És múltkor tartottam a teadástól, te is szoktál a várba, Nagyváradon, és ott vonultak föl, és gyakorolnak a Trianonra, tehát a román testvéreink is a gyakorolnak, ez mekkora nagy, bocsánat, kurva egy ünnepet akarnak tartani, hogy megszerezték Székelyföldet, és ugyanez van Szlovákiában is. Tudod, és akkor te ott vagy, hogy túléltem ezt az egész Trianon, és közben még mindig végig kell néznem azt, hogy ők azon mulatgatnak, hogy minket ebbe a sorsba juttattak. De ez olyan furcsa érzés, mert itt is valami módon a kiegyezés... Most nézd meg, van egy, tehát mi a megoldás? Van egy nagyon sötét és nagyon hideg világ, ahol már mindenki fázik, bújik, fél, stb. Na most, ha valahol kigyullad egy kis tűz, oda fognak menni az emberek melegedni. Ezt a tüzet kell a magyarságnak meggyújtani újra, és ez tényleg nem megy máshogy, csak belülről, a szíveden keresztül, és ki fog áradni a világra. Ezek elcsépelt dubák, de mindenki valahol érzi, hogy igazán van. Nem lehet szembe menni a világgal, mert csak beledöglük. Akkor ez volt a zárszavunk. Szerintem nagyon sok tanulságot tudnak ebből a kedves nézők levonni. Köszönöm, itt volt, és gyakrabban gyere, jó? És nagyon örülök, hogy meggyógyultál, mert azért egy kicsit oda voltunk, érted, akik ismertek és féltettek, de csalámban nem jutom én ki, hogy egy magyaros közmondással. Most te jössz. Most te jövök. Hát már mi, amelyik küvök? Hozzánk. Ja, én megyek hozzátok, én megígérem. Viszem a kis stábomat is, és akkor forgatunk nálatok, jó? Köszönöm szépen. Köszönöm. Hamarosan folytatjuk itt a VNTV 5. fesztiválját, most egy kis szünet következik.